Buszmegállók, köztéri padok, szeméttárolók és az intézmények környéke kapott ebből a klóros fürdőből. Bátaszéken ezzel is próbálják visszaszorítani a járvány veszélyét. Egy 3 millió forintos keretet hoztunk létre, ami a védekezéshez kapcsolódó és a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó költségeket próbáljuk ebből majd kezelni. Ezzel kapcsolatban már történtek is intézkedések, védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőszereket vásároltunk, amelyek a mai nap folyamán már meg is fognak érkezni. A mai nap megkezdtük többek között a közterületen a fertőtlenítő munkálatokat. A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályával egyeztettünk a felhasználható anyagokkal kapcsolatban, és az ő ajánlásaik alapján választottunk fertőtlenítő anyagot, amelyek ugye nem károsak amúgy az egészségre, de megfelelő hatással bírnak majd. Az időjárás javulására vártak a lépés bevezetésével, és a tervek szerint ezután rendszeresen megtörténik majd a fertőtlenítés. Azt gondoljuk, hogy ezzel hozzá tudunk olyan szinten járulni ezekhez a úgymond közterület tisztántartási feladatok végrehajtásához, amelyek elégségesek lesznek, ameddig ugye nem kapunk további instrukciót, illetve nem születnek meg szakmai ajánlások vagy előírások ezzel kapcsolatban. A következő beavatkozásra 2 nap múlva kerül majd sor.